Az EA Sports a Team of the Year-re szerette volna behozni a dupla Playstyle pluszokat. A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogy tudtok dupla Playstyle pluszos evolúciókat csinálni már most, vagy akár hatalmas boostokat adni kártyáknak, és olyan lapokat csinálnatok, amiknek nem is kéne léteznie. Nincs más dolgotok, mint hogy megcsinálni egy evolúciót teljesen, de az utolsó challenge-ek után ne váltsátok be az evolúciót, hanem várjátok meg, még kimegy teljesen az evolúció. Példaként most mutatom nektek Botkát, megcsináltam az összes küldetést, de nem váltottam be. 4 nap múlva ki fog menni. Jelenleg, hogyha egy aktív evolúciót szeretnél evolválni, akkor ugye azt írja ki a játék, hogy nem tudod, mivel aktív. De ha kimegy az evolúció és vége lesz, akkor inaktívvá fog változni és itt marad My Evolution fülön. Ezek után bele fogod tudni rakni egy újabb evolúcióba. De nem is a legnagyobb lapját, hanem az egyel kisebbet. Tehát nagyobb esélyeid vannak, hogy a kisebb lapjával könnyebben belefél egy következő evolúcióba. Azok után, hogy beleraktad a kisebb lapját egy újabb evolúcióba, utána beválthatod az új lapját, hogy ugye megkapd ezt a Playstyle Plus és a nagyobb ratinget. Így csináltak az emberek például a Colville-ból 90-es ratingű lapot 2 Playstyle Plus-szal, Toti Gomez-ből 90-es lapot 2 Playstyle Plus-szal, Salibának ennek a kártyájának nem kéne léteznie, és 88-as ratingű 2 Playstyle Plus-szal, vagy akár a Gold Cancelo-ból csináltak emberek 93-as ratingű 2 Playstyle Plus-szal. Nyilván egy-két ilyen lapot, amit most mutattam nektek, de már nem tudtok megcsinálni, mivel ugye azok az evolúciók már kimentek, de a jövőben lehet, hogy jobban megéri, hogyha itt hagyjátok az evolúciótokat, és nem váltjátok be addig, még nem jön egy következő evolúció, amiben belefér a kisebb lapjuk. A legdurvább dolog, amit láttam ezzel az evolúció glitch-el pedig az, hogy egy 56-os ratingű kártyából lehetett csinálni egy ilyen 96-os ratingű 90 pace-es, 93 passingos, 92 dribblinges, 91 defending és 89 fizikás CB-t, aki még CDM-et is tud játszani. És emellett radioaktív, tehát majdnem az összes csapatban full chemistry. Jöhetnének például azok a kérdések, hogy ezért bannolhat-e az EA. Az a legszörnyűbb dolog, hogy ez játék eleje óta bent van. És hogyha esetleg update-elnék ezt az egészet, akkor igazából semmi problémát nem lesz belőle. Se jó, se rossz, mivel csak rendesen simán azt a lapot kapod meg, amit a glitchen kívül kellett volna megkapnod. Ha esetleg felmerült benned akármilyen kérdés, várom a kommentek között. Ha szeretnél hasonló videókat látni a csatornán, akkor mindenféleképpen iratkozz föl, és hogyha ez a videó tetszett, vagy tudtam egy kicsit segíteni nektek, mindenféleképpen dobjátok rá egy lájkot is. Találkozunk a következőben. Hello, sziasztok!